Kora délelőttől késő délutánig tartó egész napos családi és sportnapot tartottak a tolnai nagycsaládosok. Náluk ez már hagyomány, hogyha beköszönt a jó idő. A rendezvényre ezúttal is sokan érkeztek, és program is volt bőven. A gyerekeknek, na és persze az idősebbeknek sem volt okuk panaszra. Egy hete azon imádkozunk, hogy kegyes legyen az időjárás hozzánk. Reméljük, hogy ez az estélig így is marad. 10 órakor gyülekeztünk, egy bemelegítés zajlott, majd családi sor és versenyek, illetve a hagyományos rókavadászat. A rókavadászat közben bizony bőven volt miket keresniük a gyerekeknek, és persze a megtalált rókákért jutalom is járt. Két korosztálynak dugtunk el 50-50 papírrókát, és aki megtalálta, az ebédkor annyi palacsintát fog kapni. És hogy igazságos legyen, tehát külön volt a 0-tól 6 éveseknek, és a 6-tól fölfele, mert a nagyobbak mindig jobban megtalálták a rókákat, és ebből tanultunk. A gyerekek örömére a rendőrség úgymond megszállta a terepet, és lehetett új lenyomatot venni, detektorral fémet, tehát eldobáltunk pénzeket, pénzt keresni, ki lehet, tehát fel lehet ülni a rendőrmotorra, ami azért egy gyereknek nagyon nagy szó, sőt a felnőttek is fölültek, rendőrautót is meg lehet nézni belülről, és ügyességi kerékpárpályát állítottak fel, tehát azon is kipróbálhatják magukat mind a felnőttek, mind a gyerekek. Akik pedig már eleget ismerkedtek a rendőrségi eszközökkel, és az akadálypályát is elsőre teljesítették, lassan le is ülhettek az asztalhoz. Az ilyenkor szokásos finom ebéd ugyanis ezúttal sem maradt el. Egy óra tájban ebédelni fogunk, hagyományosan Lassi főz egy nagyon finom pörköltet nekünk, majd ezt követően 14 órakor hintóval fogjuk úgymond körbejárni a várost. Eredetileg szerettünk volna még hapartit, de azért az időjárás, tehát annyira nincs meleg, és nem szeretnénk, hogy a gyerekek megfázzanak, és egész nap retro zene szól, tehát én azt hiszem, hogy nagyon jól érzi magát mindenki, aki ellátogatott a mai családi napunkra. Jó hangulatból bizony valóban nem volt hiánya a dunaparti családi napon, ahogy azt képeink, na és persze a gyerekek válaszai is bizonyítják, akik egyáltalán nem szűkölködtek az izgalmas programokban. Volt csillámtetkó, volt rókavadászat, és rókákat be lehet váltani palacsintáért, és akkor lehetett biciklizni. És melyiket élveztél a legjobban? A csillámtetkózás. És az arcodra mi került? Nagyon jól sikerült. Egy oroszlán. Super, és a rendőrökkel kipróbáltál valamit azok közül, amit a rendőrök hoztak? Az ujjlenyomatot próbáltam ki. Ugrálóvároztam, rendőrbicikliztem, futkároztam itt a járdán. A rendőrbiciklipályán mit kellett csinálni? Hát én nem mentem a pályán, csak kitaláltam az előbb valamit, és úgy végigmentem. És milyen volt? Nehéz volt? Könnyű volt? Közepes. A nagycsaládosok mindig is Tolna egyik legaktívabb civil közösségének számítottak, ezt a címet idén sem hazudtolják meg. Nagyon készültünk erre a napra, illetve szervezzük az őszi nagycsaládos találkozónkat, ami Szentendrén lesz, de előtte még június 22-én Kalocsára megyünk a régiós nagycsaládos találkozóra, és egy új színfolt lép az életünkbe. Eddig hagyományosan kenutúrán vettünk részt, az idén Balaton kerékpárra fogjuk körbe karikázni, tehát erre is gőzerővel készülünk, mert mindjárt itt van július.